A farsang és a szeretet jegyében zajlott a véradás az MMK-ban február 15-én. A Magyar Vörös Kereszt helyi szervezetének munkatársai ez alkalommal is apró ajándékokkal fogadták a véradókat, így ismételten egy kiváló hangulatú esemény keretében segíthettek az önkéntesek az embertársaikon. Az esemény részleteiről Geiszné Erdély Júlia számolt be. Most nagyon sok szeretettel várjuk a Munkásművelődési Központban a véradóinkat. Tulajdonképpen ez egy kicsit kettős dolog. A farsang, illetve a szeretet hete jegyében várjuk minden önzetlen segítségnyújtónkat. A szervezet munkatársa hozzátette, a hagyományos édességek mellett kerámia szívecskéket is kaptak a résztvevők. Csokoládéval, ezt mindenki szereti, vagy legalábbis remélem, hogy mindenki szereti, és a kolléganő által gyártott nagyon-nagyon kis tündéri aranyos kis szívecskékkel, kerámia kis szívecskékkel várjuk a véradóinkat. És hogy hát ezzel is megköszönjük az önzetlen segítségüket. Az önkéntesek között számos veterán véradó is feltűnt. Gröb János immáron 115. alkalommal vállalta a csapolást. 1988 katonaságban kezdtem először a véradást, és rendszeresen járok vért adni, általában 56 nap után, ahogy le van írva, jövök. Azért adok vért, mert így is szeretek segíteni az embertársaimon, most is. Első véradóként volt jelen az eseményen Németh Ferenc. A fiatal az édesanyjával közösen jelentkezett vért adni. Itt láttuk az MMK-ban, a Fali Újságon a hirdetést, úgyhogy anyukám meg én gondoltuk, hogy akkor eljövünk, mert van is a családban egyébként most, akinek kell vér, szóval mindenképpen jónak gondoltuk. A dunaújvárosi, valamint a környékbeli véradások időpontjairól és helyszíneiről a Magyar Vörös Kereszt helyi szervezetének hivatalos és közösségi oldalán tájékozódhatnak a leendő önkéntesek.